Sziasztok! Hát az a helyzet, hogy nem csak a nőkre jellemző az impulzus vásárlás, de hát sajnos az ilyen magamféle barkácsoló férfiaknak egy-egy új szerszám beszerzése az nagyobb örömet okoz, mint egy horvátországi hajókázás néhány erre alkalmas leányzóval. Úgyhogy ilyenkor veszélyben vagyunk, nekem az ilyen kedvenc impulzus vásárló helyem az a Lidl. Volt is itt egy ilyen videó, gyakorlatilag a csatorna legnézettebb videója, azt nem is akartam elkészíteni, az a Lidl-s száraz nedves porszívóról szól. Hát ez megint egy olyan történet, amiről lesz, azt gondoltam, hogy nem fogok videót készíteni, de mivel az előző ugyanilyen videó a csatorna legnézettebb videója, úgy gondoltam, hogy hát ha ez is érdekel valakit. Hát először ővele futottam szembe. Fordított helyzetben nem biztos, hogy így lett volna a történet, de ez volt a kisebbik kiadás. Ezt az ember könnyebben kifizeti, úgymond, lélektelenül. De egyébként ez tényleg nem tűnt egy drága vételnek, és ugye aki itt követi a csatornán a videókat, és látta az utóbbi időben a sok motorszerelős videót, az találkozhatott vele, hogy hát felém az Indus kulcsok azok ilyenek, és ez egy ilyen teljes vegyes készlet, van benne IKEA-s, nem IKEA-s, némelyik már elég megviselt, van ami csak rozsdás, van amiből már így kerek lett a vége az imbusz felének. Tehát igazándiból olyan nagyon-nagyon korrekt imbusz kulcsai nincsenek. Van itt egy egész edénnyel különböző méretekben, de főleg a kisebbek elég viseletesek. És akkor azt gondoltam, hogy hát ennyiért egy ilyen jószágba befektetünk. Ráadásul itt a vége az egy ilyen hát gömbre hasonlító forma, úgyhogy elméletileg azt ígérik, hogy azzal ilyen ferdén is ki lehet tekerni a csavarokat. Hát csomagoljuk ki, nézzük meg először is, mit látunk ebben a csomagban. Aztán utána pedig kimegyünk a motorhoz, mert ha valahol igazán sok imbusz csavart lehet találni, az általában egy motorkerékpár. Azokat erőszeretettel használják, úgyhogy ki is fogjuk próbálni. Hát jó sötét van már, úgyhogy valami lámpát majd kicsitelünk. Hát persze megtettem volna, hogy megvárom holnapi világos, de aki ismer engem, az tudja jól, hogy hát a türelem az nem tartozik az erényeim közé. Szerénység, ugye amit igazán szeretek magamhoz, a szerénység. Szóval van egy tartója, ez tök jó, nem fognak szerteszi elgurulni az imbusz kulcsok, és hát igazándiból ebben az a lényeg, hogy itt van egy ilyen fogója, aminél fogva, hát ezzel most ismerkedem, tehát láthattátok, most bontom ki, ez itt tekergethető a megfelelő méretre. Van is van benne valami rugós szerkezet, ahogy érzem, tehát nem csak úgy itt valami megkattanik benne, illetve a végén vannak lyukak. Még nem tudom, hogy fog ez működni. Aha! Tehát amikor ezt ki lehet húzni, ide forgatjuk a lyukhoz, és akkor ki lehet bőle venni a kulcsot, ha még a rugón is húzunk egy picikét. Hát ez innen kiesni nem fog. Tehát gyakorlatilag a titok az ez, hogy ide kell húzni a lyukhoz, és még a rugót is meg kell húzni. Jó kis combos rugó van benne, és akkor lehet kivenni. És ha mondjuk egy kisebbet bele akarunk próbálni, ahogy nézem, itt azért nem mindegyik méretnek lesz lyuk, de a többit azt itt lehet használni. Tehát feltehetően, jó, mondjuk nézzünk meg egy ilyet, egy ekkorkát, ehhez itt még találok lyukat, jó van, fogom, ide befordítom, a rugót, elfelejtettem ide húzni, ide forgatjuk, itt igazából akkor még rugózni se kell, ennyi. Elfordítom, ez itt ki tud csúszni, de csak eddig, tehát még a kicsi imbusz kulcs sem tud innen kicsúszni. Hát a nagy meg aztán pláne nem, az meg van feszülve, és ebbe az irányba is bele lehetne tolni, csak ehhez már tényleg egy ilyen nagyot kell. Hopp, ez itt szétszedhető, nekem szét is jött, úgyhogy... Igen, tehát akár így is lehet tekerni vele, tehát ebbe az irányba is lehet használni. Így is lehet használni. És hát be lehet tenni ide is természetesen. Infofiók. Jött egy e-mail, megint elfelejtettem lenyitani. Ez már nem lötyög benne, tehát itt már rá lehet forgatni annyira a feje, hogy ne lötyögjön benne. Úgyhogy
hát ezt így tudjuk használni. Igazániból nagy csodák nincsenek egy imbusz készleten, tehát mindjárt ki fogunk menni, és kipróbáljuk. Igen. Jó, hát ezt így össze lehet csukni, tök jó, nem fog semmi elveszni. Méretileg egyébként, mindjárt megnézzük, ezen mekkorák vannak. Egy másfeles, kettes, kétes feles, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, ötös, hatos, nyolcas, kilences és 10 mm-es imbusz kulcsokkal találkozhatunk, és akkor ide fordítjuk. A nagynál ugye szét se kell húzni a rugót, hiszen, vagy a kisebbeknél szét se kell húzni a rugót, hiszen simán kiszedhető. Talán a két-három legnagyobbnál lehet ez probléma. Mindjárt megnézzük. Igen, de már nem, csak a leges legnagyobbnál kell széthúzni, az összes többi, tehát már az egyel kisebb is, mint a legnagyobb belefér, és tökéletesen lehet használni. Fogásilag ez így egész jó anyagból van, nem recseg, ropog, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem lehetetlen eltörni valószínűleg, mert mindent el lehet törni, de valószínűleg ez elég sokat kibír, tehát jó eséllyel látom azt, hogy ezt még az ilyen nagyobb és berohadt csavaroknál sem fog totál széttörni. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem ez így első ránézésre megérte az árát, mindjárt kipróbáljuk, különösen erre a felé leszek kíváncsi, hogy ezt hogyan tudjuk használni. Tehát, hogyha az ember az első kiadáson túl van egy kicsit kisebb kiadáson, akkor már nagyon nehéz annál egy picikével nagyobb kiadást is bevállalni, de ez egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon régóta vágytam már, mindig sajnáltam rá pénzt, de most megdőltem. Ez egy olyan dolog, amire nagyon-nagyon ritkán van szükség, igazándiból autószerelésnél, Suzuki-nél, Skodánál, Suzuki-nál, Skodánál futottam ezzel össze, talán még a motornál is, de ott nem biztos, autónál biztosan. Ez igazából egy racsnis villás kulcskészlet. Ugye a probléma a következő, ha van egy olyan anyánk mondjuk, ami egy hosszú kiálló csavaron van, nem túl jól hozzáférhető helyen, akkor a krova az ugye kiesik, hiszen a krovát nem tudjuk rádugni, mert hosszan kiáll a csavar. Egy villás kulcssal, meg ha mondjuk picit tud csak mozdulni, akkor hosszú 5-10-15 percig is tart, mire az ember lecsavar egy csavart, mert mondjuk csak ennyit tud éppen mindig mozdítani, levenni a villás kulcsot, áthelyezni. Nem is maga az időfaktor, rendkívül bosszantó, idegesítő egy ilyen. Főleg, ha kicsit meg van gyógyulva a csavar, akkor végig villás kulcssal kell lecsavarni, mert nem tudod kézzel. És hát erre lenne megoldás, ez a racsnis villás kulcs készlet, hát ahol már ilyen beetetésnek be is tettek ide egy ilyen műanyag csavart, és van rajta egy kicsike kis rovátka, amivel tudjuk követni, hogy hogy tekerdik a csavar, hogy aki nem hiszi el, hogy ez hogy működik, hát valóban húzzuk, és a csavarra szépen tekeredik arrébb, tehát ez kimondottam, mint a gyerekjátékoknál, ugye kihagyják a nyomógombnak a helyét a csomagolásból, hogy meg tud nyomni, hogy hallgassd a játékot. Nekem egyébként egyik kedvenc szórakozásom az összes ilyen zenélő szírszart végignyomkodni a zenáruházakba, és akkor végignyomkodom mindegyiket, megyek tovább, és nem én voltam, de közben csengbeng az egész játékosztály. Bontsuk ki, nézzük meg, hogy ez hogy működik. Hát természetesen ezek a villás kulcsok nem arra valók, hogy megtépjed, mint az állat a csavarokat, ez tipikusan arra a pontra van, vagy nagyon megtépett csavart megindítsál, hiszen azt a racsnis szerkezet nem bírná, hanem arra van, hogy ha már megindítottad a csavart, akkor végig lelazítsad, egy normál villás kulcssal megindítottad, vagy ezzel ráhúzod addig, ameddig nem kell túl erősen meghúzni, és a végén pedig jó, ez lesz az a pont, amikor ezt így kiszedjük, és a végén húzod meg egy hagyományos villás kulcssal bivajra. Méretekből itt is a gyakori méretekkel találkozhatunk, tehát a 8-as, 10-es, 13-as, 14-es, 17-es, hát nálam még a 12-es kulcsokat szokott gyakori lenni, meg a 15-ös, tehát a 12-es, 15-öst azt hiányolom belőle, de a 10-es az tényleg egy ilyen állandóan azt kell használni kategóriájú dolog. Nézzük meg ezt, hogy működik, a csavar az lejött a csomagolással együtt,
kinyomni a közepéből, impossible mission jelen pillanatban. Valószínűleg ennek van egy kupakja, amit le kell hozni, húzni róla, hogy ki tudjuk szabadítani ebből a műanyagból, de nem biztos. De szerintem egyébként igen, nem biztos, hogy erre az olló a legmegfelelőbb szerszám, csak nem hoztam magammal semmi mást. Kész szerencs, hogy itt volt nálam ez a kis edény, és ebből ki tudtam szedni, tehát most már le tudjuk szedni a csavarról. Tapintásra egyébként ilyen van súlya, tehát jó anyagúnak tűnik, tehát nem az a, az a nagyon gagyi tapintása van, hogy messziről érezni, hogy ez nem fog sokat bírni. Ezt kimondottam, hát így tapintás érzékszerv alapján ez egy egész jó minőségű tusznak tűnik. Egyelőre nem lötyög a racsnis fej, hanem határozottan ott marad abba az irányba, amelyre ezt fordítottuk, tehát ez kicsike, a nagyokon is elég jó. Nem is akad, egész folyamatosan mozdul. Jobb minőség, mint vártam, de tényleg mindegyiknél. És akkor most jön a trükk. Vannak ilyen racsni buzik, mint én, tehát nem mindegy, hogy milyen hangja van a racsninak. Nézzük, hogy ez milyen hangja lesz. Remélem, hogy jó, szimpatikus, mindjárt kiderül. Kellemes, kellemes, kimondottan kellemes, kimondottan jó racsni hangja van. Hát ha, én azt kell mondjam, hogy ez súlyra is jó súlya van, tapintásra is, ez szerintem meglepően jónak tűnik, de ezt is ki fogjuk természetesen próbálni. A legnagyobbnak kimondottan jó racsni hangja van, tehát kimondottan szimpatikus. És a legkisebb... Jó. Persze mindenki a saját vásárlását dicséri, tehát senki nem olyan hülye, hogy beismeri, hogy szart vett, de szerintem ez őszintén mondható rá, hogy első körben jónak tűnik. Most jönnek a tesztek. Mostanra vasszak a hölgynézők jelentős részét már elveszítettük, feltehetően a cím megjelenésekor. Tisztelet azoknak, akik hölgyek létére barkácsolnak, mert bizonyára vannak közöttük ilyenek, ne legyünk szexisták. Nézzük meg, hogy működnek ezek a szerszámok. A nagy probléma az, hogy én a motort azt már így TDS-ítettem, ezt az egész történetet, úgyhogy a robogó egy picikét útban lesz, de ezt arrébb tesszük. Ővele még azért tervezünk jönni-menni, úgyhogy úgy lettek most a jószágok leállítva, hogy a motor legyen az, amihez kevésbé könnyű hozzáférni. És hát rajta fogunk most kísérletezgetni. Keresünk egy-két alkalmas csavart, lehetőleg a megvilágított részeken. Kapásból itt fogunk is találni a kormánynál egyet-kettőt, hogy kipróbáljuk legalább ezt a félgömbfejű végét, mert valószínűleg egyébként egy átlagos imbuszkulcson sok néznivaló nincsen. Tehát első hatalmas feladatként meg kéne találjuk, hogy melyik méretű jó erre a célra. Én így ránézésre ezt választanám, de rosszul választanám ránézésre. Az egyel kisebbre van szükségünk, ami feltehetően ő lesz. Így van, tehát ez a mi szerszámunk. Hát ugye ezt lehet itt hagyományosan használni, így rátehetjük erre a fejre, és akkor ne rontsuk el a játékot, tehát nem ővele kezdjük, bedugjuk, tehát lehet használni ugye így, még nem tört el a műanyag, tehát bírja, mindkét irányba lehet tekerni, egész tisztességes erőkar van így. Na de jöjjön a másik fele, ez a golyófej kapitány,
hogy így mire jutunk. Ugye ez azt ígéri, hogy viszonylag ferdeszögben is ki tudjuk csavarni, és hát ez valóban tökéletesen működik, tehát nem tudom mennyi látszik a kamerán, de abszolút nem állunk. Természetesen nem azt mondta, hogy ilyen állapotban ki fogjuk tudni tekerni, de egy ilyen pár fokban döntött állapotban már fogjuk tudni tekerni, tehát abszolút nem kell pont ugyanabban a vonalban lenni, ugye ez lenne az ideális állapot, amikor így vagyunk, de ezt képest tudjuk dönteni akár kb. Ide. Tehát némi döntéssel tudunk dolgozni, ez nem tűnik soknak, de hát ezért látványos, így oldalnézetbe jövök, hogy látszódjon, tehát ugye ez lenne a, amikor egy vonalban van a kettőnek a tengelye, és gyakorlatilag egészen kb. Idáig, igen, idáig kb. El lehet hajlítani. Tehát valóban, jó, hát nem akarom megszakítani a menetet, hiszen itt ez egy alumínium, bár a túloldalt egy anya van, de akkor se tegyük tönkre, nem akarom jobban megtépni, de látható, hogy kb. Egy ilyen szögben megdöntve az eredeti csavar tengelyhez képest ez használható, tehát mondhatjuk, hogy valóban működik, és semmi külső reményom nem látszik sem ezen, sem pedig a csavaron, tehát így első tesztelésre azt mondanám, hogy ez így fasza. De akkor nézzük egy picikét keményebb diót, ide nagyobbra van már szükség, ekkorára. Ezzel könnyedén meglazítottuk, meghúztuk. Nincs rajta a külső reményom. Leszámolt, hogy kicsit rozsdás lett a csavar belsejétől, pedig azért van, van húzás. Tegyük bele a műanyagba. Valószínűleg egy ilyen nagyobbba kéne próbálkozni, így. És itt is kipróbáljuk ezt a... Aj, passz, meg ezt meghúztam az előbb. Aha, jó, tehát ezt azért meghúztuk az előbb, ám rendesen. Egy picikét lazítsunk rajta vissza. Ilyen az, amikor több valakinek az ereje, mint az esze. És akkor nézzük meg, hogy mire jutunk. Tehát megdöntjük, és csavarozható. Így van, tehát viszonylag tág határok között döntögethető és csavarozható vele. Jól van. Na most itt mi történt? Semmi, csak ennyire kicsavartuk. Jó. Hát itt azért már, hogyha elég nagy erővel elkezdem tekerni, akkor ez a műanyag, ez itt elkezd elkajszulni egy darabig. Tehát nem biztos, hogy azért ezzel kéne bivajra húzni a kulcsokat. Ha megfogjuk, akkor jobban bírja. De nem, tehát azért ne ezzel akarjuk állatmód megtépni, de egész jó erővel meg lehetett húzni. Tehát egész jól bírta ez a műanyag. És most ráhúzunk így! És meg is vagyunk. Én azt mondom, hogy ez bevált, tehát tényleg erre kell figyelni, hogy ha nagyon állatmódjára kezdjük el megtépni, akkor itt ez a műanyag, ez így elkezd így a tengelyről lefordulni, tehát azért iszonytatóan ne tépjük meg, de egész komoly erőhatást kibír, illetve ha így közben lefogjuk a végét a műanyagnak, hát ez talán így látványosabb lesz, ha beleteszem, bár nem jó helyre tettem bele, szóval... Tehát, hogyha így beletesszük, és így fogjuk meg, és így tekerjük, így, akkor egy picit teljesen lehet szorítani. De én azért azt mondom, hogy bivaj állatmódjára nem a műanyaggal tekerjük meg, de egész komoly erőhatást kibírt a műanyag. Tehát ezért én téptem elég rendesen, úgyhogy ez azt kell mondjam, hogy ez megfelelő, tehát ez nyert. A motoron nagyobb kihívás már viszont anyát találni, úgyhogy... Ezt most így hirtelen el is engedem, mert a látható részeken nincsen anya, leszámítva az ilyen hengert, meg ilyeneket, amit azért nem lazítgatnék meg, úgyhogy keressünk valami mást. Mivel az őszi lemosó permetezéssel 75%-osan állok, mert néhány fa még zöldleveles volt, azokat meghagytam, így elő van még a permetező, ő rajta látunk itt
egy-két olyan csavart, aminek hatlapfejű vége van. Hát ez még garanciális, úgyhogy csak reménykedem, hogy a forgalmazó nem látja. Különben a garanciánk ugrani fog, de az egyik csavart fogjuk meglazítani és meghúzni. Én már ezt megcsináltam egyébként egyszer, kilazítottam és meghúztam, csak akkor a felvételt elfelejtettem elindítani. Úgyhogy most ezt meg fogom tenni. 10-es, ebbe az irányba ugye meg tudnám húzni, ebbe az irányba lazítani, megfordítjuk, mert én most lazítani szeretném. Itt természetesen jól hozzáférünk, tehát itt nem használjuk ki a kulcs lényegét, de most hirtelennyében ilyen helyet tudtam találni. Meg kellett egyébként minden négy csavart húzni, elég lazák voltak. Nem tekeredett, de könnyedén megmozdult. Én egy picikét szeretem, hogy ennél szorosabbak a csavarok, úgyhogy minden négy csavart áthúztam egy picikét az előbb. És látható, tök jól működik. Erre való. Tehát most nagy csodákat ettől nem kell várni, ez erre lett kitalálva, ennek a célnak tökéletesen megfelel. Én azt mondom, hogy ezek az eszközök, ezek gyakorlatilag megérték az árukat, működnek, azt csinálják, amit kell, ami azért nem mindig igaz minden termékre, úgyhogy már annak is örülni kell, valami tényleg jó arra, amire kitalálták. Meghúztam, megtéptem, nem lett semmi külső reményom az imbuszkulcson, nem nyalódott el. Ami azért sajnos nem minden imbusz kulcsról mondható el. Viszonylag komoly erőhatást kibírt a műanyag is. Ennek ellenére azért hosszú távon én azt gondolom, hogy ha meg akarjuk tépni nagy erőkarral, akkor azért nem a műanyaggal húzzuk meg, de egyébként ha nem húzod meg, mint az állat, akkor tökéletes akár ez a műanyagfej is. Ezek teszik a dolgukat, aracsni forog, jó anyagból van, jó súlya van, jó tapintása van. Igazándiból azt gondolom, hogy a célnak megfelelnek. Úgyhogy szerintem kijelenthető, hogy egy első tesztre ezek megérik az árukat. Na, sziasztok!